Üdvözlöm a nézőket, ez itt az Ügyfél óra. Hétről hétre jelentkező műsorunkban Maros megyei polgármesterek látogatnak el, hogy az elmúlt időszak eredményeiről, kihívásairól és terveikről beszélgessünk. Mai meghívottam Iszlai Tibor, Dózsa György község polgármestere. Üdvözlöm a műsorban. Jó napot kívánok, jó estét kívánok. Kezdjük a község bemutatásával. Hol található Dózsa György község, milyen falvak alkotják, hány falu alkotja a községet, illetve kik lakják a települést? Igen, Dózsa György község a Nyárád alsó folyásánál helyezkedik el. A Székelyföld délnyugati kapuja, így szokták mondani. És öt falu alkotja. Három falu a Nyárád bal partján helyezkedik el. Maroszékhez tartoztak ők mindig. Ilenc falva, Dózsa György, régi nevén Luka falva és Lőrinc falva. És két falu a Nyárád bal partján, Nagy Tereme és Teremeúj falu. Viszont ezek a legnépesebbek, tehát a bal part körülbelül egyensúlyban van a jobb parttal. Uh-huh. Tehát a két falunak annyi lakossága van, mint a másik háromnak. Az utóbbi népszámlálás adatait tekintve hogyan állnak akár a népesség növekedése vagy csökkenése, mit mondanak a számok, illetve nemzeti arányban hogyan oszlanak el? Igen, tehát a 2021-es népszámlálás azt mutatta meg nekünk, és amire büszkék vagyunk végül, tehát máshol pont ellenkező eredmények jöttek ki, hogy növekszünk, tehát növekvő tendenciát mutat a lakosság száma. 2987 lakosunk volt 2011-ben, és 2021-re 3101 lakos számláltunk. Ez egy enyhe növekedés mutat, és ez meglátszik ugye a gyerekek létszámában, mind teljes község szinten. Na most ez nem annak csak tudható be, hogy a községben a szaporulat megnőtt, hanem inkább abban, hogy községünk közel lévén Vásárhelyhez, Nyárádtól, tehát olyan pozíció. Eléggé nagy számba költöznek falura, és községünket választják az emberek. Ugye közel van az autópálya is, a község 5 kilométerre fekszik ugye légvonalba Vásárhelytől, viszont a bejutás az mégsem 5 kilométer. Itt az autópálya helyzetére kérdeznék rá, hogy mi a helyzet ebben a kérdésben? Igen, tehát tényleg nekünk nagy probléma a Vásárhely elérése. Mostanig ugye Nyárádtön keresztül tudtunk Vásárhelyre bejutni, vagy újabban, mert jó pár éve Bodonon keresztül is, de ugyanaz a távolság 20 km körül van, ami több mint egy fél óra, hát valószínű, hogy a nagyobb forgalom Nyárádtől felé lehet, hogy 30-40 perc is. És légvonalban viszont 5 km-re vagyunk. Ez a megépített autópálya, észak-erdélyi autópálya, amit most megépítettek, és a vásárhelyi leszálló, ez egy olyan lehetőséget teremtett volna nekünk, ami ezt a problémát gyorsan és elegánsan megoldotta volna. Viszont nem úgy tervezték, ahogy eleinte indult, és most jelenleg községből nem lehet az autópályát igénybe venni ahhoz, hogy a megyeszékhelyet elérjük. Remélhetőleg, tehát ez egy olyan célkitűzés nekünk, amit feltétlenül meg akarunk valósítani, minden lehetőséget meg fogunk ragadni, hogy ezt a letérőt fel tudjuk használni arra, hogy községközpontba, vagy a megyeközpontba eljussunk. Uh-huh. Ugye fontos egy település életében az ivóvíz és a szennyvízhálózatnak a helyzete. Hogyan állnak önök e téren? Mondhatom, hogy jól állunk, ami a szennyvíz hálózat rendszer kialakítását jelenti. Mi 2012-ben már elkezdtük a község szennyvízhálózatának a kialakítását. Egy környezetvédelmi alapból egy pályázattal két részre osztva, mert hogy ez akkora értékű pályázat, hogy semmiféle finanszírozási módszer nem tudta volna egy részben megvalósítani. Így megfogtuk az első alkalmat, és a környezetvédelmi alapból pályáztuk az első részét. Itt mind az öt faluban kialakítottuk a gerinc hálózatot, és 1500 személy ekvivalens lakósra a tisztítóállomást. Átemelőkkel, 7 átemelővel. A második része, ugye mondtam, hogy két részre törtük, a második részét azt
Penedéreből valósítottuk meg, ez most fejeztük be, tehát a munka el van végezve, átadás fázisban van, és itten az összes mellékutcát a gerincekre ráépítettük, ugyancsak átemelőkkel, 5 átemelőt építettünk, és bővítettük a tisztítóállomást még egy modullal, tehát még egy biológiai modullal, ez azt jelenti, hogy 3500 lakosnak tud eleget tenni ez a rendszer. Több településen is nehézségbe ütköztek így a akár az ivóvíz, akár a szennyvíz hálózat kiépítése közben, ugye akár szerződés bontáshoz is vezettek ezek a kisiklások. Önöknél mennyire ment gördülékenyen ez a munka? Voltak esetleg fennakadások? Nem igazán mondhatnám, hogy fennakadások voltak. Hibák voltak, tehát az első részben megvalósított munkát azt elvégezték, utólag megjelentek bizonyos hibák a biológiai rendszer, a biológiai tartálynál ott jelentek meg valami hibák, azt kell kiigazítani, de hát garanciális, 10 év garanciánk van rá, úgyhogy azt ki fogjuk igazítani. A másodiknál ott is elég gördülékenyen ment, a tapasztalatot nyertünk az elsőből, tehát tudtuk, hol kell tapogatózni, és ott az volt a probléma, hogy sajnos egy balesetet szenvedett a munkavezető, nagy balesetet, tehát meg is halt 2 ember, és így egy picit megszakadt a munka, majdnem egy évet, nem mondhatom picit, majdnem egy évet megszakadt a munka, és így elhúzódott ennek a munkának a befejezése, de most már jó úton vagyunk, és befejezték, úgymond apró rendezések vannak, ugye ásások, csatornási munka elég kellemetlen, tehát a lakosság számára is, meg számunkra is, ugye, mert bizonyos dolgokat kiásunk, tönkreteszünk, utána meg újra kell javítani, és ezeken van a legnagyobb baj. A településen ugye nagyon fontos az utaknak az állapota is, nyilván, hogy az egyik prioritás sok esetben úgy a lakosság részéről, mint akár a vezetőség részéről. Az utak tekintetében milyen állapotok vannak a község területén? Mondhatnám, hogy az utak, tehát itt beszélek községi utakról, az utak állapota az jó, tehát jó községi utakat csináltunk, mind a 2 községi útunk aszfaltozott végig, sőt község határig, Karácsonyfal határáig a DC68D. Az a helyzet, hogy ezekkel nincsen baj, megóvtuk őket, tehát a csatornási munkálatok egyáltalán nem érintették, nem engedtük sehol utat vágni, tehát más ellentétben semmi engedélyt nem adtunk útvágásra, tehát nem érintettük a községi útjainkat. Az utcáink viszont most, hogy a teljes csatornás munkálat befejeződött, hát eléggé megviselt állapotban vannak, ezt kell mondjam. Ezeknek is egy része, tehát amit az első csatornási részben megvalósítottunk, abból 3 utca volt, meg ugye mondtam, hogy gerincvezeték, azt jelenti, hogy a megyei út mentén, a főút, azt jelenti, megyei út mentén, azok a falukban nem volt, csak megyei út mentén a rendszer, úgyhogy 3 utca, 2 nagy terenyében és 1 új faluban, ezek voltak az első részben, ezek modernizáltuk, aszfaltoztuk, járdákat, hidakat, építettünk 2 hidat, tehát ezek rendben vannak, például 2-ből. Következik már egy megnyert pályázattal az Ángészáiné, van egy megnyert pályázatuk, a következő, a második részben lecsatornázott 10 utca, legnagyobb 10 utca, a prioritást úgy állítottuk fel, hogy a leghosszabb és a legnépesebb utca. Erre is megvan a finanszírozásunk, most szerződés aláírási fázisban vagyunk, tehát ez következik, és elmaradnak még a harmadik modernizálási lépésünk az utcák terén, ez egy harmadik lesz, erre is a terv elkészült, ebben van még egy híd, igen, és ezzel az összes háztartáshoz eljutni aszfaltos úton lehet majd. Tehát most jelenleg annyit hangsúlyoznék, hogy minden egyes háztartásnak elérhető a szennyvíz hálózat. Tehát az utolsónak, a falu végén is elérhető a szennyvízhálózat, ez mindenképp egy nagyon jó teljesítmény, és nyilván, hogyha ehhez csatlakozik majd az aszfalt is, akkor ez már mindenképp infrastruktúrális szinten egy óriási elérés lesz. Említette előbb a népességnek a növekedését, és azt is, hogy meglátszik ez a gyerekek számán is. Nyilván ez nagyon fontos az oktatási intézmények, óvodák, iskolák helyzete, állapota, akár gondolunk itt a fizikai, az épületeknek az állapotára, vagy ami benne folyik az oktatásnak a minőségére. Kérem, meséljen, hogy
Hány oktatási intézmény van a településen, illetve milyen állapotban vannak ezek? Igen, oktatási intézményeink egy 8 osztályos iskolánk kettő van, tehát ugye révén az, hogy teremében román lakosság is van, van egy román tagozatunk, van egy magyar tagozatunk. Község központban van a Rákosi Lajos gimnázium. Itt most egy elég nagy bővítési és felújítási munkába fogtunk egy pórós pályázattal. Bővítjük az 1030 négyzetméteres mostani épületünket 2070-re. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy laboratóriumokat kapnak, szaklaboratóriumot, biológia, kémia, fizika, stb. És egy tornatermet, mert hogy ez hiányzott a községből, községi intézményekből. Emellett úgy láttuk és úgy ítéltük meg, hogy nagy hiánya van a hosszított program óvodáknak. Uh-huh. És párhuzamosan még 3 óvodát pályáztunk és meg is nyertük a hosszított program óvodát, ugyancsak a Póron. Ezekből egyet megvalósítottunk már, el is indultuk az idén. Az idén ősztől hosszított program óvoda működik Dozsa-Györgyben. Itt a Dozsa-Györgyi és Irencfali gyerekek járnak. És nagy meglepetésünkre a 14 gyerek, amit terveztünk végül, mert annyi volt beiratva az előtt, mindig az óvodába, és arra lehet tervezni csak, ami létezik, ugye, mert azt ellenőrzik. Nagy meglepetésünkre 28 gyerek iratkozott be az idén ősztől a hosszított program óvodába. Tehát azt jelenti, hogy ez egy nagyon fontos dolog a fiatal szülőknek, ugye, hogy legyen egy hosszított program óvoda, ahol a gyereket benne lehet hagyni késő délután 4-5 óráig. Uh-huh. Emellett, tehát ezt megint elindultuk, következik az idén, és úgy terveztük, hogy az idén a nyárig, ha az iskola befejeztéig, befejezzük a Rákosi Lajos gimnázium munkálatait, és a két másik hosszított program óvodát, Lőrincfalván és Teremőfaluban. Uh-huh. És az ősztől ezeket is intani szeretnénk hosszított programmal. Uh-huh. Ha már így az épületeknél tartunk, a kultúrotthonoknak az állapotáról is kérem meséljen, illetve arról is, hogy mennyire vannak ezek kihasználva, mire használják, milyen eseményeket szoktak benne szervezni. Igen. Kultúrotthonaink felújított állapotban vannak, elmondhatom. Saját forrásból újítottuk fel az összeset a nagy teremén kívül. Tehát nagyteremi kultúr otthon felújítása a múlt mandátumban sikerült, azt pályázatból nyitottuk fel, és emellett volt még a többi kultúrotthon felszerelése hang- és fénytechnikával. Tehát ez egy komplex pályázat volt. Uh-huh. Egy kultúrotthon a nagyteremi felújítása, és a többinek a fényhajtás. Tehát olyan felszerelésük van mindenhol, ami jelenleg azon a szinten van, ahol kell legyen. Uh-huh. És kihasználtak, tehát mondhatom, gyerekeink tánctalálkozóit, táncoktatás folyik ugye a Bekecs révén, mert a Bekecs Néptáncszínház ezt felvállalta Nyárád mentén, és minden faluban néptáncoktatás van. Nagyon sok gyerek van beiratkozva, tehát új csoportot kell létesíteni a tavaly, tehát egy plusz csoportot, annyian jelentkeztek. És van emellett még az amatőr színtársulatainak a tevékenysége, találkozókat szerveznek, és nem utolsó sorban a nemzetközi találkozók. Tehát testvértelepülésünk, 4 testvértelepülésünk van, testvértelepülési találkozókat szoktunk megrendezni mindig, minden évben valahol, tehát ugye egy évben mindenhol nem lehet eljutni, és akkor minden évben valahol szervezünk. Többségben inkább pályázatból sikerül ezeket megvalósítani. És ezzel párhuzamosan mindig gyerekeket táboroztatunk. Tehát az idén, tavaly 80 gyerek táborozott 4 testvértelepülésről itt nálunk. Uh-huh. Hát ilyen tevékenységek is vannak. Rátérő egy a további megvalósításokra, ami az utóbbi időben történt és jelentősnek tart, amelyeket elmondana, beszámolna róluk, nyilván ezek mellett, amelyekről már beszéltünk. Melyeket emelnék így a megvalósítások közül, itt akár az utóbbi mandátumok időtartam alatt is? A legfontosabb megvalósításunk szerintem a szennyvíz hálózat teljes kialakítása. Hát ez egy nagyon fontos dolog. Tehát én azt mondhatom, Nyárád mentén első község vagyunk, aki legelőször kezdte el ezt megvalósítani, és legelőször fejezte be. Tehát község szinten minden házhoz elvittük. Utána nagyon nagy fontossága van az utcáknak. Tehát én látom, hogy mennyire igénylik azt, hogy egy normális körülmények között nem sáros, akármilyen köves legyen egy utca, ha köves, az csak köves.
Hát ott mindig sarat lehet találni, az mindig kellemetlen, iskolába menet, jövet. És ez egy másik nagyon fontos tényező, ne beszélve az ivóvízről, ugye hát az ivóvíz, azt kihagytuk az előbb, nem azért, nem a mi hatáskörünkbe tartozik már, tehát hozzánk tart viszont, mivel hogy ugye községi projekt, de átvállalt, tehát egy nagy infrastruktúra projektnek a része, megyei projekt, amit az AquaServ az ügyintézője, melynek az AquaServ az ügyintézője, és az idén, valamikor év elején, év közepén remélhetőleg meg fogják szervezni a közbeszerzést ennek a kivitelezésére Tozsonyőrben is, már többi településen, ahol nem kezdték el. Ugye már az Alsónyád mentén két községbe kezdték el, Ákosfalván és Karácsonfalván, és a Felsőnyád mentén egy községbe. Úgyhogy a többi is kialakításra vár, mert az addukció, a nyelvmint addukció és a tisztállomás az készen van, tehát muszáj hálózatot is képíteni. Hogyan állnak a közösségi élet terén? Ugye nagyon fontos mindazok mellett, hogy ugye tényleg kézzelfogható vagy látható eredmények születnek, infrastruktúrális befektetések, de ezeket a megvalósításokat ugye sok esetben meg kell tölteni akár élettel, hogy legyen tevékenység, akár pezsgés. Községi szinten vagy települési szinten hogyan állnak a közösségi eseményekkel? Én azt mondom, hogy jól állunk, egy kicsit a közösségi eseményekre rányomta a bélyegét a világjárvány, de kezd feléledni. Tehát újraindultak a találkozók, kiállítások szervezése, ezek a amatőr szintársulatoknak a tevékenysége, ugye fellépnek itt, ott, most sőt, első településekre is eljárnak fellépni. Tehát én úgy látom, hogy világjárvány után azért kezd minden a régi kerékvágásba visszakerülni, és van élet, én azt mondom, van élet, lesz élet iskolában, és sokan feltétlenül építünk minek. Hát annak ez a bizonyíték, amit az előbb meséltem, hogy a 14 gyerekre tervezett hosszú program óvodában 28-an iratkoztak. Duplájára. Tehát azt jelenti, hogy igény van arra, mit csinálunk. És én azt mondom, hogy mindig az adott helyzethez kell tervezni és megépíteni azt, amit fejlesztünk. És a fejlesztéseknek nagyobb része a többséget kell szolgálja. Uh-huh. Tehát ez nagyon fontos, hogy a többséget szolgálja azt, amit megtervezünk és megvalósítunk. Uh-huh. Ugye említette a tervezést, nagyon fontos dolog az is, hogy tervezzen az ember, vagy a vezető, vagy lényegében bárki, annak érdekében, hogy legyen egy irány, ami fele haladni. Milyen tervekkel állnak szemben a következő időszakokra? Milyen célkitűzéseik vannak a továbbiakban? Igen, hát tervekből van, álmokból is van. Az idei tervünk az, hogy befejezzük ezt a három poros munkát nyárig, ahhoz, hogy ősszel teljes felszereltségben, nem csak új épületekben, hanem teljes felszereltségben, azt nem említettem még, hogy ezeket az épületeket, ódákat és iskolát teljes felszereltséggel láttunk el, úgy a poros pályázatból, mint utána a pénéréből. Tehát amit nem tudtunk a porból, mert hogy meg volt kötve kezünk, sokkal volt az önrész, azt pénéréből pótoltuk. Tehát ott is van nagy pályázatunk, amiből egy részt már az iskolában használják is, egy másik része következik. Tehát őszig én nagyon remélem, hogy ezek teljesen rendben lesznek, felszerelve, úgy, ahogy elvárják tőlünk, ugye. És amit a többi projektről elmondhatnék, tehát az idén, hogyha ezeket befejezzük, akkor vannak már megnyert és finanszírozást kapott pályázatjaink. Itt felsorolnám, van egy pályázatunk, egy picike a Líderen keresztül, ezzel a községben létező játszótereket újítanánk fel. Uh-huh. Van egy megnyert pályázat, az Ángészhálint ugye említette, ami nagyon fontos számunkra, igen, tehát az a 10 utca, ami még most következik, a második részben kialakított, lecsatornázott utcákra, és következik egy pályázatunk, amely nagyon fontos számunkra, egy napelem parkot pályáztunk meg a község szinten, parkot, tehát nem teszünk semmi épületre napelemet, hanem egy parkot pályáztunk meg. Ez lefedni a teljes energia szükségletet a községnek, ezzel megint energiát, pénzt spórolnunk, tehát megint nyílik lehetőség arra, hogy új pályázatoknak biztosítsunk önrészt.
Ugye azért egy községnek a vezetése nem feltétlenül egy személyes feladat. Nyilván az előtérben legtöbb esetben a polgármester van, akkor is, hogyha akár valami jó történik, akkor is, hogyha akár negatívum, de ezért ez egy csapatmunka, csapatban dolgoznak. Milyen a csapat a településen, akár a helyi tanács, akár az önkormányzati munkaközösség? Az önkormányzati munkaközösséggel kezdeném, ők a közvetlen munkatársaim amúgy, tehát én úgy látom, hogy nagyon jó csapatom alakult ki az utóbbi időben. Fiatalok, ügyesek, végzettek, összetartóak, segítőkészek, egymás segítik, és eredményesek tudunk így lenni. Az önkormányzat döntéshozó szerve, amúgy a helyi tanács, testület is jó az közreműködés, összhangban tudunk működni a testülettel, az önkormányzat dolgozói, így eredményes munkát tudunk mindig felmutatni. Uh-huh. Tehát ez nagyon fontos, hogy összhang legyen a két testület között. Uh-huh. Ugye ez a hatodik mandátuma, mint polgármester. Mi az, ami még tartja önben ugye a lelket, a motivációt, ami még viszi előre ebben a szakmában, hivatásban? Hát az álmok. Tehát, mikor polgármester lettem, akkor csak azért lettem, nem akartam, hogy soha életem, meg se gondoltam polgármester legyek. Csak hetekig győzködtek az emberek, hogy vállaljam el, aztán nagy nehezen elvállaltam. De ennek mindig álmai vannak, tehát ha polgármester akar valaki lenni, vagy akármilyen téren, és megvalósítani akar valamit, akkor az álmok azok jönnek. Tehát vannak igények, ugye minden községben vannak igények, ezekből le kell szűrni azt, amit a többség igényel, tehát a többségnek van szüksége rá, és azokat próbáljuk megvalósítani, és meg is kell valósítani. Tehát én azt elmondhatom, hogy amiket terveztünk, azt nagyobb részben, mondhatnám, 99%-ban meg is valósítottuk. Hát én azt kívánom, hogy a továbbiakban is ez így legyen, hogy amit elterveznek, az sikerüljön megvalósítani, és legyenek céljaik, álmaik. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, és további sok eredményes munkát kívánok önöknek. Köszönöm szépen. A nézőknek meg köszönöm a figyelmet, egy szép napot kívánok továbbra is, viszontlátásra.